Újraépítés hallgatók járják a várost, és újra hatalmas rajzmappákkal a hónuk alatt látni őket különböző helyeken. Mi a feladatuk? Egy kicsit áthangolódott a korábbi évek munkáinak a sora, annak jegyében, hogy a város helyi értékvédelemre kijelölt épületeihez az úgynevezett alátámasztó munkarészek a korábbiakban részben elkészültek, és ezeknek a kiegészítése folyik tulajdonképpen ennek a néhány napnak a keretében. A helyi értékvédelem az egy azok közül a nagyon fontos lehetőségek közül, amivel egy-egy város az új szabályozások értelmében azt az épített környezetben, kultúrkörnyezetben föllelhető elemsort kiemelni való, a saját arculatában fontos szerepet betöltő építészeti elemeknek a sorát is rögzítheti, amire a továbbiakban a védelmet immár nevesítetten kiterjeszti. Hosszú ideje ismerjük ezt a fogalmat, hogy védelem. Ennek nagyobb részt a műemlékvédelem körével kapcsolatosan alakult ki kinek-kinek az ismerete, illetve a műemlék jellegű. Ezek azonban nem közvetlen az önkormányzatok hatáskörébe tartozó védettségi kategóriák. Az önkormányzati kézbe a helyi védelmet utalja a szabályozás, és ez elhatározás kérdés, hogy abban a környezetben mi mindent emelhetünk ki, és tehetünk egy kicsit különös kezelés, vagy vehetünk különös kezelés alá, amit a helyi védelem jelent. A legelső ilyen felmérő gyakorlataink körében, amikor még csak a tárgyamhoz kötve és kapcsolódóan kerestük az ajtók, kapuk, ablakok és az öntött vas, vasalatok, majd az erkélyek világát, ez apránként része lett már annak az alátámasztó anyagnak, ami most itt kiegészítésre kerül. Nagyobb részt tovább léptünk a vakolatdíszek körébe, hiszen ez tűnik ma a legesendőbbnek, hiszen az épületeken végig söprő homlokzati utólagos hőszigetelések, amelyek roppant fontos, és a komfortot, a használható, jó közérzetet szolgáló technikai művelet sorban sokszor radírozzák az előző korok kézműves munkájának egy igen gazdag, sok szépséget rejtő vakolat architektúrát. Többek között ebben a mostani időszakban ezen volt a legtöbb hangsúly. A városvezetésnek anyag közvetlenül a kezükbe és használatukba kerülhet, hiszen ezzel vezettem be. Alátámasztó munkarész annak a helyi védelmi tanulmánynak, amely a kiemelt épületeknek, épületsoroknak, egybefüggő utcaképi védelemre ajánlható házcsoportoknak az anyagaként együtt van. A közelmúltban ennek az előzetes anyaga egy elég gazdag füzet formájában elkészült. Reményeink szerint az ősz folyamán kerülhet sor. Természetesen sok-sok egyéb feladat mellett én magam ezt nem tudom megítélni, hogy mikor sorolódhat. A képviselőtestület feladataiként a testület elé ez a munka, hogy az alátámasztó munkarészekkel megerősített helyi védelemre kiemelt épületek. Az új lehetőségek megadják azt is, hogy nem csak az egész épületet, hanem az épület nem a helyrajzi szám szerinti ingatlant jelenti csupán az a helyi védelem, amiről szó van, hanem kiemelhetők például épület tagozatok, kapu, homlokzati részlet, rács, kerékvetőkő és így tovább. Az önkormányzat számára készült tulajdonképpen így az összeállítás. Azt remélem, hogy ennek, ahogy ma már ezt megteheti mindenki, a szabályozási terv és a helyi szabályzat az interneten hozzáférhető. Ennek ezek a kiegészítő mellékletnek nevezett munkarésze is hozzáférhetők lesznek. És abban bízom, hogy a feldolgozásnak és az anyagok valószínűleg itt a
szerkesztésükben látható, egyelőre csak a munkaközi rajzi mellékleteknek az ismeretében is mondhatom azt, hogy van közöttük számtalan olyan, amely ennél a szigorúan szakmai olvasatnál érdekesebb, akár a mindennapok számára is közölni tud valamit, mert szép, mert értékes, mert olyanra nyitja rá a tekintetet, ami mellett esetleg elsétál az ember. Hogyha ezeknek album, vagy pedig, mint ahogy a két évvel ezelőtti ilyen akciónak az eredményeként egy szép képeslap formájában, sorozat formájában ez napvilágot látott, azt remélem, hogy az utcára is kerülhet. Azok a képeslapok, amelyekről most éppen szó van, amin többek között az egyik leggazdagabb vakolati architektúrájú homlokzatot rögzítettük akkor, ez a Cifrapalotának nevezett hihetetlen sok vakolat részletben gazdag épület. Ennek a képes lapjaiból is úgy tudom, még néhány példány a Kazinczy Múzeumnak a kiadványárusításán utolérhető, megtalálható. Főiskolásként, egyetemistaként nagyon sokan jönnek kirándulni Sátoraljaújhelybe. Önök úgy érkeztek ide, hogy dolgoznak. Mennyire illeszkedik az eddigi munkájukba az a feladat, amivel most itt birkóznak Sátoraljaújhelyben? Igazából én első alkalommal vagyok ilyen felmérőtáborban, úgyhogy nekem még elég újak ezek az élmények, de eddig nagyon élveztem, és igazából nem sokat tudtunk a városról, igazából csak hát így megismertük így élményeken keresztül, és igazából megkaptuk a feladatot, úgyhogy próbáltuk azt minél jobban elvégezni. Az egyetemen igazából ilyen feladattal egy tár keretében találkoztunk, amikor fel kellett mérni épületet, úgyhogy ez egy ilyen új terület, amit igazából az egyetemen nem lehet megcsinálni, hanem ki kell menni helyszínre hozzá, szóval így kiegészíti végül is. Elsősorban ez szakmai gyakorlatként jó ez a tábor nekünk, mert ugye ez tervezési gyakorlatnak minősül, illetve én nekem is ez az első felmérő táborom, és hát a későbbiek folyamán ugye ezt kamatoztatni lehet, mert hát a munkánk során ezt gyakran kell felmérni konkrét épületeket, azt számítógéppel feldolgozni, úgyhogy mindenképpen nagy segítség a jövőre nézve. Nekem ez már több egyszeri felmérőtáborom, tehát voltam már az ország más részein, többek között a Bodrog közben is így felmérni, és miután műemlékekkel szeretnék majd az egyetem elvégzése után foglalkozni, ez teljesen beleillik. A műemléki épületek felmérése, ez teljesen a profilba illő. Én amikor először az egyetemre bekerültem, akkor alapvetően műszaki érdeklődésű voltam, és ott hatott meg egyáltalán ez a tervezési rész, és most már abszolút a műszaki részt háttérbe szorítva inkább a tervezés felé irányultam. Múlt évben például Monokra terveztünk egy városközpontot negyed magammal, és hát ugye itt van mellettünk nem messze, hasonló a környezet, hasonló a táj, gyönyörű szép táj, úgyhogy nekem abszolút nem volt új ez a környezet, talán annyi, hogy itt felmérés van, és nem tervezés, amit még egyébként nem csináltam eddig, én most vagyok először felmérő táborban. Igazából nekem új, ez az első, de hát az alapokat mindenképpen ott tanultuk meg, és próbáljuk itt hasznosítani. Magán az építészet ismeretén kívül szerintem ehhez kell bizonyos fokú történelemismeret is, nem árt, ha tudjuk, miről van szó, és azon túl pedig némi emberismeret, hogy az ott lakó emberekkel kommunikálni tudjunk, mert hát minden házban lakik valaki, kezd be kell kéreckedni, hogy mi szeretnénk felmérni, ezért jöttünk, azért jöttünk, ilyesmi. Igazából építészet történelemre biztos van szükség, hát igazából a rajzra. Szóval nem egy ördöngőség. Alkalmazunk mindenféle mérőeszközöket, tehát ezek a szorstokot, akár vagy a lézeres mérőket, illetve teodolitattal is megismerkedtünk. Nekem ez volt az első találkozásom ezzel a műszerrel, mert még nem tanultam tantár keretében. A
Számítógéppel szintén dolgozunk, mert ugye utána később a rajzokat fel kell dolgoznunk, az Archicad programmal általában. És hát fényképezőgépet használunk még, ugye, mert az későbbiek során a pontos beazonosításhoz azért elengedhetetlen. Sátrőhelyen én a víztározó épületét mértem föl, és még az Ady Endre utcában egy pár lakóépületet. És még ma is nem tudom még mit kapok, de gyönyörű szép épületek van szó. Ennek a víztároló, illetve a vízügynek az épülete miért érdekes építészeti szempontból? Vakolat architektúrája, leginkább a vakolat architektúrája, a térszervezésében nem, de hogy ma már ugye ilyeneket nem gyártanak, és a családi, illetve a lakóépületeken is azért mentjük el ezeket a dolgokat, hogyha esetleg átépítésre kerül, akkor ez megmaradjon az utókornak ezek a technikák. Mi a plébániát mérjük most föl, a külső homlokzatát, és főleg a részletekre koncentrálunk, és azokat próbáljuk minél szebben megrajzolni, és minél pontosabban felmérni. Itt Sátoraljaújhelyen műemlék jellegű épületek felmérése volt. Én úgy vettem ki, hogy ezek többnyire már készen vannak, és hiánypótlásról volt most már szó, tehát nem volt igazán sok dolgunk. És mi volt a tényleges dolga? Nekem a Petőfi Sándor utca 6-os házszámot kellett felmérnem, illetve még most is azt csinálom a nap folyamán majd. Ezek a részletes lerajzolása, és a részletekre tehát a részleteket kellett legjobban kidolgozni. Mit kellett figyelni? Kaput, ablakot, erkélyt? Minden részletet, tehát az ablakpárkányt, az ablakkeretezést, a kapuk kialakítását, ilyesmiket. Én egy lakóépületet mérek föl a Móricz utcában. Mi a legfontosabb, amit föl kell mérnie? Hát ezen az épületen sok részlet van, tehát egyrészt ugye az arányokra kell figyelni, a részletekre, tehát a vakolat díszítésekre, meg különböző tagozatokra. Aztán fel kell jegyezni, hogy valószínűsítetően milyen színű volt például a vakolat, kerítés, meg a szomszédokhoz való csatlakozásra kell még figyelni. Én a görögkatolikus parókiát végeztem egy csoporttársammal együtt, akiről Magóval, és hát nekem ez egy nagy testhez álló feladat, mert édesapám római katolikus diakónus, úgyhogy rengeteget beszélgettünk a lelkész úrral, és hát így nagyon szimpatikus már maga a helyszín is, meg hát alapból ez a régi épület egy szerintem lenyűgöző épület, és hát megkaptuk az átépítésnek a terveit is, ami ugyan sokkal díszesebb és sokkal elegánsabb lenne, de hát most mi a jelenlegi állapotot felmérjük, és hát majd kontrasztot tudunk mutatni a kettő között, hogy mi az, ami elkészült eddig. Egy leendő építésznek, aki tervezni fog, mennyire fontos az, hogy műemléképületeket fölmér fiatal egyetemistaként? Hát fontos, hogy a régi szerkezeteket, a régi tudást elsajátítjuk, mert hát ugye gyökerek nélkül nem maradunk meg, úgyhogy ez szerintem alapvetően fontos. Sajnos nem kötelező, de nagyon fontos. Mi tetszett ebből a zempléni egykori fővárosból, ebből a mostani kisvárosból, Sátoraljaújhelyből? Hát nekem a legmeglepőbb, amit tegnap voltunk a föld alatti vízrendszer alagútban, az volt nekem igazán meglepő, hogy ilyen létezik itt, az ezt tetszett a legjobban. Fölkészülni nem igazán volt lehetőségünk, vagy van nem is, előre még nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz a feladatunk. A városban mindenképpen az élménypark, a kalandpark az, ami a legnagyobb sikert aratta, főleg a bobozás, mert én voltam már a visegrádi bobpályán, de ez azért jelentősen nagyobb élmény volt. És hát valójában nekem ez a városnak a hangulata, ez a fő tér, hogy ki van alakítva, ez nagyon szimpatikus, hogy az emberek itt sétálnak, és tényleg élővé vált ez a főtér.
Hát illetve még a levéltár is érdekes volt, hogy ugye bejártuk a levéltárat, beszéltünk ott a levéltáros nénivel, de legjobban a park, az élménypark volt az, ami legjobban tetszett. Őszintén szólva a kalandpark, az nagyon jó volt, az nagy élmény volt, sose csináltam ilyet. A városban miután egy esős nap érkeztünk, megnéztük a múzeumot, a levéltárat, itt ezt a belső részkör besétáltuk, meg persze hát a felmérendő műemlékeket néztük meg. Nekem nagyon tetszett, nagyon segítőkészek az emberek. Mi ugye a plébánián voltunk, ketten dolgoztunk ott, és a plébános úr nagyon segítőkész volt, nagyon sokat beszélgettünk vele, és mindenben a segítségünkre volt, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Ez a város azért büszke a múltjára. Vajon lesz-e pénze arra, hogy mindazt, amit most a fiatalok fölmérnek, így megőrizze? Ehhez mi kell? Pályázat kell? Szemlélet kell? Mi kell hozzá? Ebben csak reménykedünk, de szerintem minden újhelyi polgárnak határozott reményei lehetnek, hogy itt a nagy elhatározások menti dolgok azok meg is valósulnak. Egy borzasztóan nehéz év, és egy olyan váratlan tehertétellel sorsokat próbára tevő év van most mindenki mögött, hogy erre a munkarészre vonatkozóan, ha lehet, én a pénzekre föltett kérdés elől elhajolnék. Azonban azt remélem, hogy a dolgok újra jobbra fordulva ebben az előbb említett katasztrófa sújtottak környezetben. Valóban visszatérhetünk arra a területre, ami itt a mi munkánkhoz közvetlenebből kötődik, és erre lehet forrásokat találni. Annyi biztatás és annyi biztos háttér, amit az újhelyi fejlesztések eddig mutatnak, csak garancia lehet bármelyik pályázatnál arra, hogy itt, amit ígérnek, azt be szokták tartani.